Szeretettel köszöntöm a sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel régi jó barátomat. Hát ezt sajnos meg kell osztanom a közvéleményem, mert Szabognál György a vendégem. Gratulálok, Gyuri! Az első kérdésem az, hogy ugye hát a Paks az első. Nem szeretnél, esetleg nem tudnám elintézni, hogy a Vasasnál valami állás, hogy fölhozza a csapatot, legalább az MB2-ben az első helyre? Ezt szeretettel köszöntöm a nézőket, szia. Hát nem hiszem, hogy rajtam múlna az, hogy a Vasas első osztályú legyen ismét. Én azt gondolom, hogy nagyon jó körülmények és játékos keret van a Vasasba. Én egyébként az idei szezonban is még mindig azt tippelem, hogy a Vasas feljutó lesz. Nélkülem is. Ebbe a televízióba? Vagy mindegyikbe? De, de mindegyikbe úgy gondolom, hogy komoly szansz van erre. Jó. elmesélek egy dolgot, jó? Hogy mikor még válogatott labdarúgó voltál, legalább te kettőnk közül, bár egyszer én is beszálltam. Ez így igaz. A hivatalosnak nem mondható. De mond, egyszeres nem vagyok, ugye? De én eml tökéletesen emlékszem arra a meccsre, és az első 15 percben kiváló teljesítményt nyújtottál. Rendben Csak aztán fölébredt a Garabaj <coughs> és a Péter <Pétezoli. tos> a többit ne. Tehát pirosak, fehérek volt. Igen. Igen, és én a Garaba és a Péter ellen. Hát a kedves nézőknek mondom, ne irigyeljék, amit én ott kaptam. Azt hittem, hogy lehet cselezgetni, nem lehetett. Na jó, mindegy. Szóval amikor a Gyuri 50-szeres válogatott játékos volt, akkor mi mindig egymás mellett ültünk, bárhova ment a csapat a buszon vagy a repülőgépen, ugye ez egy régi Hát vagyis is mondjam, nem csak az, hogy barátság, hanem ez egy régi, ez egy, nem is kabala volt, hanem mi egy szokásunk volt. Igen, meg nem kabala volt. Egymásra találtunk. Igen, egymásra találtunk. Na jó, hát ma is. Na mond, hát először is több dolgot szeretnék kérdezni. Mert azért, jó, hát viccesen mondtam ezt a vasast. E de hát azt gondolom, hogy a vasast az első helyre vinni az MB2-ben, az ne könnyebb, mint a paksot az mb 1 be az első helyre vinni. Még akkor is, hogyha Felcsúttal vagy kisvárdában mezőkövesdel de kapcsolatban vannak fenntartásaim, de azért a pak se különb az én szemembe olyan nagyon, mint a mezőkövest mondjuk. Aztán lehet, hogy most megvölsz ezért a mondatért. De szóval Mondjuk az igaz, hogy a vasast könnyebb az MB2-be az első helyre vinni, mint a paksot az MB1-be? Hát ez kétségtelen. Én azt gondolom, ez egy kivételes alkalom most, hogy mi a bajnokság első helyén telelünk. Ez egyáltalán nem a realitás. A realitás... Miért, hogy nem a realitás. Nem, ne... meg ránézek a tabellára, a gyurikát. Nem, én azt gondolom, hogy a lehetőségeket figyelembe véve, akár gazdasági, akár szakmai lehetőségeket figyelembe véve, itt a Fradinak kellene az elsőnek lennie. És az Illetve... összes többi? És összes többi nagyjából egyforma. Nagyjából nő. Ugyanolyan, mint a PAX. Igen, igen. Tehát, Akkor a különbséget te jelented ezek szerint? Nem feltétlenül, szerintem a játékosok. Mert? Szerintem ez egy nagyon összetartó közeg, a Paks. Előtte is az volt, mielőtt én oda mentem. Ami az Ez összetartó közeg, ezek, az ez, azt jelenti, hogy, hogy rendkívül befogadó a közeg. Tehát, Aki ha ilyen, az befogadja? Be, nagyon gyorsan. Két-három nap alatt be lehet illeszkedni, mert tényleg tártkalokkal várnak mindenkit, nincsenek előítéletek. Hát, senki nem megy oda. De nem a fenét. Hát azért egy csomó olyan játék játékos van nálunk, aki másút már mondjuk úgy, hogy túlléptek rajta, vagy leírták, vagy lemondtak róla. És utána Haraszt is volt az elmúlt közel húsz évben összevadásza mindig azokat a játékosokat, akik pakson megújulnak. És nem elsősorban csak szakmailag, Ö, ö, ha nem, mentálisan is azt az gondolom, hogy jelentős? jól válogat. Jól érzik magukat, Igen, Jól érzik magat a játékban. A, a városba is? A városba is. Hát azért a Pest nincs olyan messze, hogyha esetleg e, nagyobb volumenű dolgokra e, vágynak, mondjuk e, moziba menni, e, szórakozni, színházba menni, akkor azért Pest nem olyan távolság, hogy ne lehessen megtenni. Na, nem erre gondoltam. De most a Haraszti úr ugye az ügyvezetője. Igen. A, klubnak, mert nem mindenki tudja. Azért én ezt nem kerülném meg a te személyedet, nem azért, mert mi nagyon jobban vagyunk nagyon régóta, hanem azért, mert tehát mondjuk például most azt nem mondom, hogy fogalmam sincs a labdarúgásról, nem hülyéskedem. De azért az Ádám Martinban nem láttam meg azt, amit te benne láttál vagy amit te kihoztál belőle, az lehetetlen, hogy tőled független. Ha az Ádám Martina, ahogy a vasasban játszott, mondjuk, és ahogy a Paksban, vagy egyáltalán a válogatottban, különösen a válogatottban, de annak előzménye van, hát ez, ez, ez akármennyire vagy szerény, ez, ez, nyilván ebbe benne vagy. Hát nyilván az Ádám Martin elsősorban magának köszönheti azt, amit jelen pillanatban elég. is, magának mi, is. Nyilván mi tudtunk segíteni neki. Én, én személy szerint, ha erre vagy kíváncsi, annyiban tudtam neki segíteni, hogy a csapatommal olyan futballt játszunk, amikor nagyon sokat vagyunk az ellenfél kapuj előtt. Az Ádám Martinnak nem fekszik az, ha félpályáról kell kontrázni, és 30-40-50 métereket kell futni. futni egy támadással, de ha a 16-os környékén pozíciós játékba a széléről jönnek a beadások, és nem egy, nem kettő, hanem sok egy mérkőzésen belül, akkor az Ádám Martin tud érvényesülni. Na ennyiben tudtam én hozzájárulni az ő sikereihez, hogy olyan futballt játszottunk, amiben ő kiteljesedett. Jó, hát előtte kiteljesedett a hán is. Rugott nem tudom, 700 gólt, most túlzok, de ez a, e, ugye az Ádám Martin rugott 31-et, azért az most... Tök, nem tök mindegy, hogy kinek rúgja, mert először se tisztában vagyok a magyar, mai nb egy színvonalában, de azért. Az, tehát mondjuk addig három szezonban rúgott hár, 31-et, legjobb esetben talán, aztán egy szezonban rúgott 31-et. Én ezt nem tudom tőled függetlenül, nem akarom bedumálni, hanem ez, ez. Miért pont a Hán, miért pont a, és utána majd jön a harmadik, de miért pont a Hán és miért pont az Ádám Martin, miért pont a Paks? Hát amikor én oda kerültem egy teljesen más filozófiával futballozott másfél évtizeden keresztül a Paks, hát egy kontrajátékkal. Beálltak a 16-osra és többnyire kontráztak. Ezáltal állt a legjobban a játékos keretnek vagy az edzőknek. Én teljesen más filozófiával mentem oda, úgyhogy az utolsó helyen állt a Paks, 12 volt aktuálisan éppen, amikor átvettem a csapatot. És én a Haraszti Zsoltal megbeszéltem, egy hullámos. Előre? El előre megbeszéltem, hogy nem ez a futball lesz, én egy teljesen más futballba Vája. gondolkozom. Ho ismerted őket? Hogyne, már volt megkeresésem a Paks részéről évekkel előtte is, akkor nem vállaltam el a feladatot, de végig jó kapcsolatban voltunk, ismertem a közeget. És tudtad, hogy az nem 12. Tudtam. a csapat? Én. Tudtam. Mindig nagyon jól kimaxolták a kereteket a magyar játékosok között, Tehát mindig volt egy életképes kerete képességekben a Paksnak. Visszamenőleg 2006-ig, azért követtem végig ugye az eseményeket. Én tudtam, hogy ez nem 12 és lehet egy kicsivel többet vállalni, mint hogy bekeljünk. És én ezt el is mondtam Már előre. És azért ne bekeljünk mert neked ez a stílusod, vagy azért ne mert az nem vezet sehova. Mind a kettő. Mert ez a stílusom, és nem vezet sehova. Igen. Jó. Úgyhogy úgy, a Zsolt azt mondta. De és mit hogy az... a palik? Mert hát azért azt mondta, hogy na, most holnaptól támadunk de a 12. helyen vagyunk. A, a Zsolt egyből átérezte ezt. Hát nem majd a játékosokra gondolok. Igen, de a kellett hozzá is, hogy azt mondja, hogy hát azért gyere ide, hogy más legyen, mint ami eddig volt a játékosokkal... Bemette és azt mondtad, hogy... Azt mondtam, hogy innentől kezdve mást fogunk csinálni. És, támadunk. és erről szakosan... Kérdezték, -e, de ott, ott a bele alján. Nem kérdeztek semmit, próbálták csinálni. Nem kérdeztek semmit. É. Nem kételkedtek a, kéte, a, kételyek, menet közben jöttek. Nem kell Am hogy miért támadunk? Különösebben nem, egyszerűen elfogadták és nyitottak voltak nem arra, amit én csak azt hogy a 12. helyről fölmegyünk. A... Jó, de ez egy átmeneti állapot volt az a 12. hely, és aztán elmondtam nekik, hogy mit miért csinálunk. A két helyek menet közben jöttek, amikor előjöttek a régi bedegződések. Ugye én azt kérem, hogy labda felé védekezzünk, ellenfél felé ellenfé már próbálunk labdát szerezni, és... Az ellenfél, amikor elvette, labdát, elkezdtek hátrálni, amikor én mindig azt csak kell, hogy hát a, igen, akkor többet kellett üvöltöznöm, hogy ez nem ez a megoldás, hogy hátrafele tolatsz, hanem előre mész és akadályozod a labdátvételbe. A probléma ott volt, hogy a fele mondjuk csinálta előre, előre a másik fele és hátra, és, voltak mit. nagy üres területek igen. a középpen, és egyébként ebből adódóan kaptunk is gólokat, fő, sokat. És, de akkor, akkor meg próbáltam azt ráerőltetni, hogy nem baj, a sok gólt kapunk, csak rúgjunk egyet, Többet. És akkor valahogy azt kell, hogy mondjam, hogy kellett hozzá másfél-két év, amíg az akkor végig a kezem alatt lévő játékosok ezt magukévá tették, tehát elfogadják, most már feltétel nélkül. És ma már reflexszerűen játszák? Igen. Azt nem mondom, hogy hiba nélkül, mert ha az jó, nyilván hát, nem működik, szó, nyilván. de a fej, fej, tehát elvi hibát nem követnek már el. De a régi az játékosok. Kipaszolja ki, ki, a kapust, ők már ott vannak a balben. Igen, igen. Lehetőleg minél több. Ha Legalábbis próbáljuk, hát, hát aztán nyilván. Jó, a magyar szín, hát igen. jó. Egyelőre, hogy mondjam, ahhoz képest, amilyen te mondtad a Ferencvárost, amelyik mondjuk hát egy kivételes helyzetet érvez, bár csak az elnöke miatt is és, és egyáltalán. Összehasonlíthatatlan. Ehhez képest mondjuk a Pax pillanatilag konkurál a Ferencvárosa. Hát nyilván majd a vége adja meg a reális sorrendet, a bajnokság vége, ahhoz még kell játszani 16 meccset, tehát azért az elég hát sok. Mindig azt mondod, mert ezzel mindig elcsodálkozó, hogy most azért be van bizonyítva, a paksuk a legtöbb gól, most éppen nem, de a, most éppen a legkevesebbet kapja, vagy az egyik, amelyik a legkevesebbet, ugye? De a, de a Paks a legtöbb gólt az mb 1 be Eddig így volt. Mindig szerénykedsz. Hogy, hogy ennek vannak, hogy is mondjam, látható, hogy is letagadhatatlan nyomai. Tehát, hogy is mondjam, lehet, hogy Pakson nincs 12 ezer néző, mert van, nem tudom, 1500, 2000, mennyi van? 3000, 2000? 2500, 3000, igen. Na, az legalább el van, hogy, hogy mit tudom én. Itt letámadással az ellenfél tér felé. Akarok még valamit mondani, hogy azért az nagy eredményem, tehát ha Paks második lenne, az is nagyobb eredmény, mint ha Ferencváros első. Én is Nem megmondom. azért, mert olyan nagyon jó az a keret, mert ha én láttam Ferencvárosokat, amelyeknek a játékosai hát vagyok kategóriákkal jobbak voltak. Szerintem még te is játszottál olyan Ferencváros. Nagyon játszottam. sok olyan Ferencváros ellen játszottam, ahol zseniális játékosok voltak. Na, ezért mondom. És akkor még nem megyek vissza, akiket te már bácsisztál. A a futballba bácsisztáltok egymást, ugye Igen. a nagyokkal. Tehát nem azért, ma oda vagyok a Ferencvárostól annyira, de a lehetőségei, tehát a Paks második helye is nagyobb eredmény, mint a Ferencáros első helye. Ebben Viszont arról a Fradi nem tehet, hogy ki a második. Arról hogy ki az első. Hát, arról azért gondolom. Hát, most... A... De az, az, ki kell menni azért a pályára, meg a kell Fra... ja. a meccseket. Szerintem a te a Frennél a Ferencáros edzője. Kizár dolog. Ezt én tudom. De gondolom, nem tudom, erről nem beszéltünk soha még. Csak azért gondolom, mert hogy azt mondta a Kubatov, hogy te egy ilyen, ezé -e vagy, egy ilyen, mit tudom, milyen kártyaszoba függő, vagy mi, ugye, ilyen rulett függő, vagy nem tudom. Én. Nagyon fáj neki a második, úgy látom. Amiatt mondja? Há, persze. De téged nem nagyon látom, nem nagyon rendített. Nem. Most De most a, azt akartam mondani, hogy te lenni a Ferencvers edzője, pontosan ugye ezeket az eredményeket érni el a edzője. Nem csak velem, szerintem a szertárossal is. Igen? Hát persze. Az én Fiorentina remélyek. ellen is? Az egy más kérdés. Az egy a más... Fiorentina sokkal jobb csapat egyébként, mint a Ferencváros szerintem, és mégsem látszik ez az eredményen. Azért ott, hogy mondjam, a nemzetközi szinten azért más más szinte, szinten van a futball. Fiorentina ellen is láttuk, főleg az első mérkőzésen. Igaz, hogy 2-2 volt egy szenzációs eredmény. Volt, és szurkoltam nagyon a Fradinak, hogy maradjon is az a 2-2, mert amikor a Fiorentina behozta a négy kezdő játékosát, akkor egy egészen más szintű futballt játszottak. Na, jó, akkor... de még, na jó, de az nem, nem szégyen, mert az sokkal nagyobb csapat. Tehát mondjuk a Fiorentina edzője lennél, akkor nem lenne probléma a Ferencvas legyőzése valószínűleg, de nem lenne életed legnehezebb feladata. Csak arra mondom, hogy a Ferencvasztól dupla döntetlen a Fiorentinál, még akkor is az utolsó fordulóban megfelelt mindenkinek, az egy szép eredmény. Teljesen jó eredmény a magyar futballnak, és jó eredmény, ezért tudok szurkolni a Fradinak minden nemzetközi meccsen. Ez őszintén, persze. Igen. mert mert ez egy nagyon jó eredmény. Az, hogy tavasszal e, Európa-kupában versenyben van egy magyar csapat, hát azt szerintem tavaly is így volt, hát most is így van. Ez szerintem magyar, az magyar, hát nincs egy magyar játékos? Jó, így. de a csapat mégiscsak magyar. Persze. És ez nekünk fontos, hogy ez így legyen. Aha, Sőt, óriási dolog lenne, ha sikerülne az olimpiakhoz kiverni a Fradinak. Az a magyar futballnak hát a jó. A magyar futballnak is jó, meg a Paksnak is jó. A Paksnak, mert? Hát azért ha egy olyan bajnokságban játszani, ahol mondjuk 8 között van valaki az Európa Kupában. Nem lesz akkor magyar... hogy csak a 16 között lesz, kiverni az olimpiakhoz. most... Nem? De... Ugye majd playoff lesz. most van a 16. Igen? 16. Most jó. Van a Azt hiszem, hogy lehet, hogy rosszul tudok. Hát teljesen mindegy. Azt gondolom, hogy, hogy, ez így egy kiváló eredmény jelen pillanatban. Ezt megegyeztünk. Csak arra beszélek, hogy tehát, hogy mondjam, amit a Ferencáros elér, az nem olyan nagy, különösebb, ennyi, ennyi pénzért. Hát oké, okay, ennyi pénzért, de vedd azt figyelembe, hogy akikkel játszanak, azoknak még több pénzük van. Tehát a Fiorentina nem 20 milliárd forintból gazdálkodik, mint a Ferencváros. A 20 milliárd forint horror pénz. Tehát szerintem. Jó, hát a, persze, de a de, Fiorentina de más de a kávé az. Nem de állná meg a helyét úgy a szériában, mint a Fiorentina. tehát ez Más kávé. Hát, ez jó. Ezek ilyen feltételezések csak. Ugye nem tudjuk bebizonyítani, hogy hogy lenne. Nem tudjuk. De valószínűleg közelebb állna a lecséhez, mint a Fiorentinához. Ez csak mondom. Lehetséges. De azért hétről hétre abban a ritmusban játsz. Egyébként minden játékos, egyénileg is, csapatszinten is föl tudja venni azt a ritmust, ahol hétről hétre játszik. Illetve vissza is tud esni, hogyha az ellenfelek olyanok. Ezt a saját tapasztaltam. Valószínű, hogy a ferenc jobb csapat lenne a seriéjában. Egészen biztos. Ezt én is adom. De mindegy. A, a, a lényeg az, hogy én azt azt nagyon csodálom most a barátság mellett, mert ezt letagadod. Nagyon csodálom, hogy te ezt hittet mondjuk előszettél egy embert például Mattersburgból, a Mattersburg fakóból. Mondjuk, ugye nem is játszott, ha jól tudom. Mattersburg Tarcsiból igazolták gyirmótra. Ehhez képest ez a Pali ma nem tudom én, együtt emlékezték a Cristiano ronaldo a, nem tudom én, a... ne nevessünk, mert akkor is így van, most mindegy, hogy a Kisvárdának lövi, meg a mezőkövesnek lövi, de én láttam a válogatottban is játszani, és ha az Ádám Martira azt mondtam volna, hogy ezt nem hittem volna, azt nem hittem volna, hogy egy, -egy Pali, aki nem tudom, két éve még Girmóta játszott, vagy három, és nem tudom, hány éve még Pakson, vagy mennyi volt, hogy az arra fölfigyelek úgy, hogy ezt tud futballozni. Én a gyirmódban láttam meg a Barnabást, amikor a Mattersburgból átjött, és egyszer láttam játszani, és egyből megakadt a szemem azon, hogy egy olyan centert látok, akivel lehet kontrázni, és lehet pozíciós játékot játszani. Ez ritka egyébként az ilyen adottság. Amely van játékintelligencia. Sebe és sebesség és osztályon felüli így. feljáték. Na most ez a já játékos, akkor került tulajdonképpen, akkor ugrott be nekem amikor a Márko Rosszi egyszer azt mondta, hogy a Szalai Ádám sérült, és most mi lesz a válogatott meccsen, négy center. És akkor én lemertem azt nyilatkozni, hogy ott van Gyirmóton egy center, be kéne csak rakni a válogatottba. És mindenki kiröhögött. Közben mi már dolgoztunk rajta a Haraszti Zsoltal, hogy Paksra kerüljön, mert kivételes. És az is rúgott, vagy 30 gol. Igen, és aztán így került ő egyébként De a ez kassan. a legjobb játékos, Miren, ez jobb játékos, mint a Hám meg a Ádám Martin. Igen, képességekben, és tehát összességében azt gondolom, Na, hogy, hogy lehet a Varga ez Barnabás és legyen. ehhez aztán véleg Hani nem vagy te. az Ez még mindig ott játszik. Ahol. Nem hiszem, mert fél évvel később fölébredt a Ferencváros és a Videoton is, hogy szeretnék ők is. Csak akkor már akkor paksobbot. Nem, akkor már aláírt nekünk. Ég akkor már... Ja, kira. már felfedezték? Menet közben igen. Tehát amikor aláírt nekünk, utána a másik két klub is már rástartolt, ja, amikor úgy kapizsgálták, hogy mi van, de már aláírt szerződés. De volt ki akkor észrevették, hogy gyírmóton maradjon mozog ez a pali? Igen. Mi, mi már nyáron észrevettük. Mert hát, a hogy jól mozog valaki, az olyan nagyon engem nem érdekelt volna. De úgy látszik, hogy... Mit... Nyilv? Megelőztük őket fél évvel, ezért került Paksa. Hát, de ott is elég jól mozgott. Igen. És hát nem olyan gazdag az európai labdarúgás centercsillagokban Nem mondom, hogy ez az európai labdarúgás csillaga, de hogy az ebén nem sok csapatnak van ilyen sokoldalú, játékinteliges centere, az fogadom veled. Jól látod, szerintem ma, ma már akár most is. Bundesligában bármelyik csapatban gól király lenne, bármelyik csapatban jó góllövőnek számítana. Ugye most egy 1 millió eurós átigazolási díja volt Pakson, ennyit ért, ez így jó volt nekünk. De ma már 5 milliónát tart a Fradiba. Mondjuk ehhez kell a Fradi is. Jó, hát a kény helyett nem játszana nyilván. A többi, most a Leverkusenben már lehet, hogy nem tudom. Én azt gondolom, Bundesligában bundesliga nagyon sok csapatban nincs ilyen képességű center, és ezt még 28 éves, még van mondjuk 6-8 éve ahhoz, hogy futballozzon, meg fogjuk látni. De Mert el fog kerülni. Ez a magyar futball szégyenne, hogy ez a pali. Ez 28 éves vagy 27 évesen lett fölfedezve. Nem feltétlenül mondom, hogy a magyar futball szégyen. Két későn érő típus. Há, Há, hát elbújt Há, Ausztriába, csak később vették ja, észre. Hát most el lehet Hát de tényleg elbújt, hát Ausztriában Matersburg 2 ki a fele nézi még a Matersburgot se. De ha kibe ennyi, ez mi lehet, akkor volna, az osztrák, ha előbb na, az osztrákok nem hülyék, azok nem vették észre, hogy ott van náluk egy ilyen játékos? De, az, az, osztrák még hülyébb, mint a magyar akkor. Hát a... Hát akkor. Jó, de ez nem osztrák, hanem egy magyar. Oké, okay, de ott játszott, ezt minden van. nap látták. Ezért. Hát így van. Hát egyébként odáig merek menni. Nagyon nehezen merem mondani. Na, a Madrid elég jó, ugye? Azt, azt lehet, mondani, hogy a tart, <síns> de hogy a Hosszú nem jobb nála, az valószínű. Szerintem se. Szerintem se. Ugye? Hát, hát a Rodrigo jobb nyilván. De, az de, nem de szélső, szélső, ége, meg ége, a vinció a Hosszalú, mert a benzem a biztos. <laughs> Egyébként azért ha nézed az, hogy Henry Kane elmegy a Bayern münchenbe, tehát angolt kell hozni a német elit csapatba, hogy a Lewandowski, a Barca, hát vadászák a centereket, tehát a Real Madridnak nincs centere, nincs. a kieső espanyolból hozták a hosszelút. Tehát. Uh, És itt, aki itt, kombinatív készségében közelében sincs a Madrid. Hát fizikumban megvan, kapu előtt mondjuk feltalálja. Igen, hát, de, de csinálni, a nem tud Kombinációs igen. készsége. Viszont ha rárugod a labdát, ott marad? Nem pattan el, igen. természetes. De már például nem passzol jól. Tehát rárugod a labdát, de vissza nem jön. Tehát ellentétben nem... azt mondod, hogy a Varga igen. Varga, a Varga? Igen, szerintem is. Na most ritkán beszélünk magyar játékosok kapcsolatban, aki egyáltalán szóba jöhet. Minden ember emlékezett otthon, hogy... nem volt, Tehát most mindegy, hogy a Szoboszlai a Liverpoolba játszik, én tudom. De hogy a Szoboszlai az rendben van, előtérbe volt. De ez a Varga ez nem volt sehol. Ez kallódott hát... ez, 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 ez gyírmódon. Gyírmódon játszott. Hát, most, hát a gyírmótról. És ettől képzelni, ha egészséges, nem tudom, mert ez a többiektől is függ. Például attól, hogy a szobosztai játszik-e vagy nem játszik, vagy hogy hogy játszik a sallai, játszik-e vagy nem játszik. A magyar csapat sok tekintetben törékeny. Meg kiesik két-három ember, és már nem ugyanaz a csapat, igaz? Hát azért más csapatok is vannak így, nemzetközi hát szinten. Kivéve a franciát, de, az angolt, na jó, na jó, jó, hát a portugált. A fran Franciának van tíz azonos képességű kezdőcsapata. Hát az, azért az más KVÁ. Angolnak is újabban. Hát most a berling 10 csapata nincs, de a kezdőcsapata az bita. Igen. Na most azért minden csapat, ha egy megszokott kezdő és abból kettő-három kiesik, azért az, az érzékenyen érint bármilyen válogatottat. Ez így van. Azért a mögötte, én azt akartam mondani, hogy a magyar válogatott mögötti második sor, az ilyen gép, mint a nemzetközi második sor. É, hát ez, sőt tehát a harmadiknál, ez a, min, igen, ez a harmadik igen, is jó sor, másod. Tehát a spanyolok kiállítják a negyedik sort, az nemzetközi szint még mindig nem ugyanaz, mint az első sor. Bár már nem tudom, mi az elsősorban, már hosszú is benne az elsősorban. Egyébként pont itt van a magyarázata annak, amikor ti újságírók kérdezitek tőlünk, hogy mi az, hogy 17-18 évesen még partiba vagyunk a spanyolokkal, a portugálokkal, nem vagyunk partiba. Mert nekünk van egy kezdőcsapatunk, van 15 kiválasztott focistánk, nekik 10x15 van. Itt, és itt, itt dől el az, hogy nem vagyunk partiba. A, és úgy, hogy a hosszelú a, a, legmagasabb szinten a hosszú a tud szentel lenni. Azért azt nem hitted volna? Nem, én se gondoltam. Őt egyébként én ismertem ö, idézőjelbe személyesen a Csákvárral egyszer játszottunk a Hannoverrel egy edzőmeccset Ausztriában. És a Hosszelú volt a center. Hát azért a Csákvár MB2 egy középcsapatnak számított. Hát ahány labdát, mindegy hova rúgták, ha a fejére, a vállára, a torkára, minden labdát levet, és öten nem tudták elvenni tőle. Szóval én már ismertem test közelből őt Na jó, hát most és... Madrid szintről beszélünk, szóval igen, nem vakról beszélünk, a Madridban vak nem játszhat. Jó, csak... Hát csak a... Csak ugye a Madridban a legmagasabb szintek, tízesbe kell lenni mindenben. Tehát gyakorlatilag, ugye? Igen, Én? igen. Hát nézd, center poszton nincs túlkinálát az európai elit futballban. Hát, Zani játszott a Bayernbe a kén és hát az most... nem center, igen. nagyon jó, Hát igen, Szeretem. szintén szélső, igen. Igen, de megge, de nem center. Hát ez, már ez... A... És már Lewandowski se az igazi. Hát Szerintem jó. a brazil gyerek jó, nem láttam akkor már a lewandowski Én a lewandowski nagyon szeretem, most volt egy rosszabb időszaka, de az az ember meg tud újulni, az tud futballozni. Tehát én azt hát nagyon... Jól, jól. nem az, mondom, hogy nem tud futballozni. Én... írnám le. Albert Flori is, de... de le, nem jól. is kicsit. De, 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 de a lewandowski nem írnám le. Hát ha a brazil gyerek jó, akkor az lesz a cette. Majd kiderül. Nem tudom. Lehet mondom, azért véletlenül nem hozták. De, de. csak a, milyen érdekes a futball. Tényleg, ha már mi lesz a válogatottal az ebén? Először, azért kérdezem, mert először van az, hogy csoport elsőként, tehát ez nem fordult elő 72 óta, ugye az ebén? Hát a szerencsés csoportunk volt, azért valljuk be, de meg kellett nyerni. És ez nagy dolog. Én, én ezt nagyon nagyra értékelem. Jó játékosaink vannak, ahogy mondod, nagyjából egy kezdőcsapatra való 12-13 játékos az, aki, ebbe a, aki viszi ezt a csapatot most. Szerintem együtt is van mentálisan ez a csapat. A Rossi jó, jó kézzel nyúl hozzá egyébként. Nem csak szakmailag, tehát a taktikai vagy a felállási formát nézve, hanem jól, jól fogja meg a dolgokat, jól reagál le dolgokat. Én, én, bizakodó vagyok, hogy jó eredményeket fogunk kerélni, de ebből a csoportból tovább jutni, tehát mindegy, melyik kalapból sorsoltak minket, azért maradjunk a földön. Azért még a Svájc is előrébb tart, mint mi. Hát ez a csapat, Svájc, a tehát svájci azért, csapat. azért, tehát a Svájc az nagyon erős. Hát erről beszélek, negyedik kalapból jött Svájc. Hát előrébb tart, és masszívabb, egységesebb csapat a miénknél. Hát akkor ne beszéljünk a, németről. A, a, a masszívabb, ez nem is tudom, Szóval technikailag biztos erősebb. Tehát, De sebességben is. Sebességben Tehát a, is, a svájci futball az évtizedek óta jó szinten van, nem közép kategória, egy picit fölötte. Hát nehéz legyőzni még a legjobbnak. Ez, ez, ez a, lényeg. a lényeg. Így van. De ahogy néztem, a magyar válogatottat se könnyű legyőzni újabban. E hát, ez a taktika, ami ugye, hogy nem jönnek át, és most már azért kiebb van tolva egy kicsit, ugye ez a most már a nem állnak hátul. A, a, a jobb csapatok ellen állunk hátul. A jobb csapatok ellen a németek, az angolok és egyéb csapatok ellen állunk hátul és kontrázunk, és az eredménytől tesszük függővé a játékunknak a mondjuk úgy. Hát mert eh, jó, hát eh, eh, ott van 150 játékos, aki játszhatna a válogatottban, állunk van 15. Hát ez... hát igen, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a jobb csapatok ellen jobban is áll nekünk ez a, és ehhez jó, hogy olasz a tréner egyébként, mert ezt a fajta bekkel, és például én nem tudnám csinálni, nem. hogy állunk a 16-osra, és akkor megvárjuk a kontrákat. Tehát én, az én felfogásom szerint, az én filozófiám szerint, ilyen bulgár, montenegró, ilyeneket meg tudnánk venni esetleg, esetleg több góllal, de egy németet, egy svájcot, tehát akikkel majd játszani kell, nem biztos. Tehát ahhoz már ez túl nyitott lenne, amit én gondolok, a, a futballról. Ha. És ebbe a Rossi nagyon jó. Rosszi, Rossi abban nagyon jó, való, azt jól mondtad, hogy olasz, mert már eleve a, a taktika az benne. Ugye ő is nagyon jó nagyon játszott. Igen. Tehát az, ott nem lehet olyan csapatban játszani, mint a Számdória, nem tudsz taktikailag, nem vagy. Per, ott tízesnek kell lenni. Taktikailag biztos, hogy tízesnek. Még nem csak Sampdoria, a genoa ban is tízesnek kell lenni, igaz? Taktikailag. Hát ott az olasz futba, hát a hétről hétre nézed, nem sokat változik az olasz foci. Kiváló. Csak nem hátul fogy... állnak. Hát, hát... mi hátul... Már a rosszi abban mert a rossz olasz csapatot nem állítaná hátra. Hát az eredmény függ az olaszoknál, ha valaki gólt le, akkor már nem megy előre. Akkor nem. Na jó, de 0 0 nem állítaná hátra őket, ezt akartam Persze, 0-1-nél már nem is enged. Én azt gondolom, hogy nekünk, még egyszer hangsúlyoznám, erősebb csapatok ellen ez egy jó elképzelés. A Rosszi abban jó, hogy a Rosszi tudja a közvélemény ellentétben, a közvélemény rámenne Svájcra, mert a Svájcot nem tartják olyan erősnek, mint amilyen valójában ahol egyébként szintén van legalább 50 játékos, aki játszhatna a válogatott, és ugyanaz, igaz? Há, így van, kétség nem? És, és nagyon is nemzetközi szinten, de a Rossi nem fog rájuk menni. Nem, és igaza van. Hát persze. Igaza van, és amikor a végén az eredmény szoros lesz, jó lesz, neki adnak majd igazat. Hát szoros lesz, az nem. nem lesz három. Akkor mód. igaza van. Hát persze, nem is vitatom. Há, jó, hát ért a futballhoz. Há, én mindig, Köztünk, ezt a nézőknek mondom, mindig volt egy vita ebből, mert én szerettem mindig az orosz, olasz futballt ebből, hogy, a ola, hogy okos futball. Ez a taktikus, okos, mert nem csak abból áll, hogy durung, ezek védők sarabolnak, Igen. hanem tudják, hogy hova álljanak, hogy ha durvák is időnként, akkor is az első számú ugye hogy a megelőzés. Mindegyik játékos technikás. Az olasz futball a technikás. Tehát nem sarabol, hanem gondolkodó. Tehát csak a Gyuri nem szerettem, mert nem. ők mindig be, há, beásták, tehát ők, ők abból indultak ki, hogy úgy érjük meg a meccseket, hogy kivesszük az ellenfébe a játékot. Igen, tökéletesen igazad van, soha senki ellen nem volt olyan nehéz futballozni, mint az olaszok ellen. Hát persze, mert az olaszok el egyszerűen, egyszerűen félelmetesen tudtak védekezni, csapatszinten és egyénileg is. Nem legyen. csak hátul, hanem a mezőnyben Igen, az egész, ez nagyon nehéz ellenük játszani. Én azt nem szeretem benne, hogy ha rúgnak egy gólt, akkor jobb lenne, ha le is fújnák a ha, becer. persze. Csak eredményre. Ha. Ezt nem élvezem annyira. Tessék megnézni az olasz vágodat eredményeit, olyat, hogy 5-0 nagyon keveset tetszik látni. Ők nyernek 1-0-2-0-ra, Luxemburg ellen is. Ja. Nem, nem, nem érdekli őket. És igazad van, mert egyénileg is zseniális futbalistáik voltak évtizedekre visszatekintve. És most is nagyon jó Igen, akik Igen. Technikailag és fejben is mindig szerettem, mert az okos futballt mindig szerettem. Ő nem szerette annyira, mindig nézett, hogy az olaszok. Hát mert voltak jobbak, amiket kedvelek. Spanyol. Jó, angolt a, 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 is szerettem, a, 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 pedig az angol kevésbé. Az, ö, angol, technikás. A, a, de az angol az angol, az angol az egy idealista futball volt. Hát majd mi jövünk, majd ti jöttök. Hát és hülyére verték őket. A mi életünkben csak megverték őket. Mert hogy védekezni nem kell. De most én a Premier League-re gondolok, ahol élvezetes futball van, az magas szintű futball van. azért az jó. Hogy amióta nézem, el vagyok kép, ugye nem szeretem, el vagyok képed, hogy a kis csapatokban is milyen játékosok vannak, de hát az el vagyok kép. De ilyen Nottingham meg nem tudom én. Tehát nem a nagyok, nem, van a Nottingham Forest, már hol van? Már most a nagy csapatok között. Nem az, hogy a Arzenába vagy a Liverpoolba. ez a szállám jó játékos. Ez sok jó játékos van nagyon. Szeretem nézni ott tényleg. Jó, sok is a külföldi, és igazából azok viszik a prímet, de, de zseniális futball, mégpedig azért jó, mert ha megszerzett labdával, első szándékkal kezdeményeznek. Nem passzolgatnak fölöslegesen hátul. Megpróbálnak elindulni a labdával. Minden csapat, az utolsó helyezett is, ez a jó benne. Hát ez lesz az utolsó szó. Az angol és az olasz futball között hiába játszik annyi külföldi, a hagyomány megmarad. Ha 8 perc van hátra Olaszországban, nem fog történni semmi. Angliában 8 perc vesz a befejezés előtt még lehet, hogy még 4 gól esik. Igen, így igaz. I de. Ezért szeretem. Igen. De az olaszoknak sose lugnak négyet az utolsó hát 8 nincs. percben. A 8 percből 7 percet nincs a játékban a labda. A, nincs. Fekszik valaki. Igen. Majd, majd. Igen. Igen. És akkor még egy mondatot elmondok. És úgy vesztették el 2000-ben az ebédöntőt, hogy vezettek utolsó perc. Ha mondta a kirúgja a stadionból, akkor nem is jön vissza a labda. Kipaszolt a tacsra, bedobták, franciák utolsó percbe egyenlítettek, és a megnyerték. Hát a franciáknak szurkoltam. Úgy, hogy... Velem ellentétben. De hát ez egy másik. Különböző a tudósító nem szurkol. Boldog új évet. Köszönöm. Júliám, én köszönöm, hogy eljöttél a nézőknek a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk, kicsit túlléptem az időt, a rendező a fejemet fogja venni, de hát két perc. Ma már mindenütt két perc hosszabbítás fel se tűnik, igaz? Lehet, hogy varral ment a műsor is. <laughs> a viszontlátásra.